Sziasztok! Köszöntök mindenkit a Generáli közlekedés biztonsági sorozatunk következő részébe, ahol az autó ülés beállításáról lesz szó. Nagyon fontos, hogy amikor beülünk az autóba, először is elérjük a pedálokat, jó pozícióban legyen a lábunk, ahhoz, hogy le tudjuk fékezni és tudjuk a lábunkat gyorsan rakni. Egymiatt az első lépés, hogy az ülést előre-hátra úgy állítjuk be, hogy ne legyen túl nyújtva a lábunk, hanem egy nagyon jó szögbe, ahol még az erőt jól ki tudjuk fejteni, úgy tudjunk tulajdonképpen a pedálokhoz hozzáférni. Semmiképpen nem jó megoldás, hogyha a kuplungot például, amikor be kell nyomni egy autóba, akkor teljesen előre kell nyomni a lábunkat, hiszen nem érjük el a pedál végét, az természetesen nem jó. A következő lépés az ülés beállítása a kormányhoz. Természetesen pont úgy kell beállítani a kormányt, hogy ha az ember rárakja a kezét a kormány tetejére, akkor elérje. Az, mikor nagyon hátradől az ember és alig éri el a kormányt, természetesen nem tudunk gyorsan reagálni, nem tudunk erőt kifejteni. A legjobb erőkifejtés akkor van, amikor a kormányt az pont úgy érjük el, hogy rendesen hátradőlve, talán egy picit előrébb is elérjük a kormányt. Ez a legoptimálisabb pozíció az ülés beállításnál. És természetesen minden indulás előtt nagyon fontos, a biztonságilvet ne felejtsük el, mindenki kapcsolja be a saját érdekében.